Várhatóan Mario Draghit, az Európai Központi Bank előző elnökét kéri fel kormányalakításra az olasz államfő, miután eredménytelenül zárultak az eddigi kormánytöbbség fenntartásáról szóló egyeztetések. Sergio Mattarella szerint a veszélyhelyzet vagy a vészhelyzet kezelésére teljes döntési joggal bíró kormány kell. Az államfő hangsúlyozta, hogy előrehozott választásra a jelenlegi járványhelyzetben nincs idő. Most pedig kapcsolunk római tudósítónkhoz, Sárközi Júliához. Mario Draghi éppen az elnöki palotához tart, ezért van ott a sok újságíró, és úgy tudni, hogy visz magával egy névsort is, amely nem más, mint a teljes miniszteri névsor. Jó napot kívánok! Sergio Mattarella megbízza Mario Draghit a kormányalakítással, és a közgazdász, az Európai Központi Bank volt elnök az ilyenkor szokásos forgatókönyv szerint fenntartással fogja elfogadni. Az azt jelenti, hogy tart egy gyors konzultációt a parlamenti pártokkal, és hogyha bizalmat adnak neki, akkor már a következő napokban megalakulhat a 67. olasz kormány, amelyet ismét egy szakértő fog vezetni, nem is akárki, hiszen a piacok, a már is nagyon pozitívan reagáltak arra, hogy az államfő Mario Draghit jelölte ki a következő kormány megalakításával. Mario Draghi nem meglepetés, mégis meglepetésre reagáltak a pártok. Az Ötcsillag mozgalom eddigi kormánypárt határozott nemet mond, és ellenzékbe kíván vonulni. Elemzők rámutattak, hogy a kormányválsággal az Ötcsillag mozgalom tovább gyengült, és már korábban is ereje felére esett vissza. Várakozás előzi meg a Matteo Salvini vezette jobb-közép közös állásfoglalását. Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország vezetője már is üdvözölte régi barátja Mario Draghi megbízatását. Matteo Salvini és Giorgia Meloni, a jobb-közép két politikusa korábban a választásokat szorgalmazta, de az utóbbi órákban már nyitottak egy olyan kormány fele, amely meghozza a legsürgősebb és a legsúlyosabb intézkedéseket, és az országot a következő választásokig vezeti. Sergio Mattarella államfő bejelentette Olaszországnak, hogy az eddigi kormánytöbbség megszűnt, pont került a második Giuseppe Conte vezette kormányra is, és két válaszutat vázolt az olasz államfő, az egyik egy magas profilú politikai pártokon kívüli azonnali kormány felállítása, amely a jelenlegi nagyon súlyos járványhelyzetben gazdasági és szociális problémák közepette kiutat ad az országnak, a másik pedig a választások, de az államfő hangsúlyozta, hogy Olaszországban a parlament feloszlatás, a választási kampánya nagyon hosszadalmas, kormányalakítási procedúra nem lehetséges jelenleg, hiszen az idővel kell versenyt futni. Olaszországnak el kell készítenie a gazdasági helyreállítási források, a 200 milliárd eurós csomag felhasználási programját, a vakcinázást azonnal programozni kell, és márciusban ér véget annak a több millió munkahelynek a befagyasztása, amely komoly szociális társadalmi válságot okozhat majd az állások elveszítésével. Ezért szorgalmazza egy szakértői kormány felállítását az államfő Mario Draghi vezetésével. Meglátjuk a következő órákban, hogy egy puszta szakértői kormányról van-e szó, vagy pedig a pártok útmutatása alapján politikusok is bekerülnek. Az olasz sajtó úgy összegezte az eredményt, hogy a kormányalakításnak és a kormányválságnak a nagy vesztese mindenképpen Giuseppe Conte, aki most új pártot akar alapítani, és az Ötcsillag mozgalom, hogy kiütötte saját magát a kormányzásból, a nagy győztes pedig a kormánybuktató Matteo Renzi, aki hármat ütött ki egy csapással, az Ötcsillag mozgalmat, Giuseppe Contét eltávolította a kormányból, és a bosszút állt saját volt pártján, a baloldali demokrata párton is. Rómából Sárközi Júlia tudósított, köszönjük szépen!